Casey, egy napom a gulágon. Szergej Szergejev vagyok, 35 éves leningrádi lakos. Ezt a történetet azért írom le erre a papírra, hogy tudják az emberek, mi történik valójában a gulágon. Tudom, ha ezt nyilvánosságra hozom, a KGB megtalál, és visszajuttatnak oda, ahonnan sikerült kijutnom, a gulágról. Mához pontosan 5 éve történt, hogy 1946. szeptember 13-án deportáltak Szibériába. Nemrég ért véget a háború, kétségkívül mi városlakók szenvedtük meg legjobban a háborút. A Wehrmacht blokkád alá vonta a várost. A legfelső parancsnokság utasításba adta, hogy az utolsó emberig védjük meg a várost. Aki megpróbálta megadni magát, azt a saját bajtársai lőtték agyon. Bár a többieknek sem volt jobb soruk. A városban éhezés, járványok, tűzvészek és még sorolhatnám, mik pusztítottak. Az ostrom végére a németek porig rombolták a várost. A katonaság, valamint a polgári lakosság száma megtizedelődött, de Moszkvával és Sztálingráddal egyetemben kiálltuk a megpróbáltatásokat. A mi házunkból sem maradt szinte semmi, minden vagyonunk odaveszett. Csak a feleségem Nika és a két gyermekem Sasha és Stanislav maradt nekem. A háború után nekem és a családomnak újra kellett kezdenie mindent. Bár minden rubelre szükségünk volt, minden háztartásban kötelező volt a Sztálinról készült fotó és alatta friss virágok. A fotó a képkeretben a falon díszelgett, de friss virágra sajnos nem volt pénzünk. 12-én becsöngetett hozzám Mihály, aki a nemrég kölcsönkér kalapácsát szerette volna visszakérni. Mondtam, hogy a pincében van és felhozom. Erő azt válaszolta, hogy velem jön. Miután visszaadtam neki a kalapácsát, felmentünk a lépcsőn. A bejárati ajtó előtt megkért, hogy adjam oda neki a kabátját, amíg ő felveszi a cipőjét. Hátrafordultam, és láttam, hogy a szeme sarkából a szentélyt nézi. Tekintete gyorsan rám szegeződött. Megköszöntem neki a kalapácsot, és el is ment. Még aznap éjjel eljöttek értem. Este arra keltem, hogy valaki csenget. Fél álomban ránéztem az órára, és az nagyjából 2:47-et mutatott. Letántorogtam a lépcsőn, miközben csak azon járt a fejem, hogy ki a frász lehet ilyen későn. A lépcső alján lesokkoltam a gondolattól, amikor rájöttem, hogy értem jöttek. A másodpercek óráknak tűntek, hogy az ajtó előtt ledermedten álltam. Csak egy hangos kopogást térített észhez. Kinyitni! Szólt egy mély férfi hang az ajtó túloldaláról. Mély levegőt vettem, majd kinyitottam az ajtót. Beleegyeztem abba, hogyha most csöndben, feltűnésmentesen és tárgyalás nélkül velük megyek, a családomnak nem esik bántódása. Csak ennyit hagytam búcsúzóul egy kis cetlin. Mindig vegyetek friss virágokat. Szergej. Egy örökké valóságnak tűnt, amíg elértük a tábort. Vonattal vittek több száz másik sorstársam között. Azzal a fekete zsákkal a fejemen, amit még a házam előtt raktak rám. Csak a kapu utáni kistéren vették le a fejemről a zsákot. Majd rögtön az egyik férfi barakhoz vezetett két kalasnyikóval felfegyverzett őr. A helységben nagyjából 30-an voltunk összezsúfolva. A falon az óra be volt törve, de mutatta az időt, ami este 10 óra 26 volt. Nem sokat voltam ébren. Amint letettem a kevés holmimat a földre, egyből el is aludtam a nem túl kényelmes ágyamban. Másnap hajnali 5 és 6 óra között ébresztettek minket. A nap elején egy szelet száraz szikkadt kenyeret kapott mindenki egy pohár piszkos vízzel, amit jégből olvasztottak ki. Mint kiderült, csak engem vittek ebbe a táborba a vonatról. Csak az én lábamon volt cipő. A többiek lábán egy-egy darab autógumi külső volt odakötözve. Velem, hál' Istennek, könnyebb fajta munkát végeztettek. Drótkerítést kellett fonnom ott, ahol le voltak dobálva a többi kézkerítés darabok, és az őr, aki ránk ügyelt, többnyire háttal volt nekem. Láttam. Láttam, hogy egy ember levágja a fél lábát, csak hogy bekerülhessen a kórházba. Egy másik meg lerágta a saját ujjait ugyanezen célból. Ez lenne hát a gulág? Kérdeztem magamtól. Itt fogok. Ekkor hirtelen egy lövés dördült el. Pár pillanat késéssel a hang irányába fordultam, ahol egy holttestet cipeltek. Egy ember odaszaladt az éppen hurcolt holttesthez,
és gyorsan kivágott egy darabot a húsából. Ezután egy őr felém kiáltott. Hé, új fiú! Gödröt kell ásni hullának! Remegváltam a semmibe bámulva. Az őr újra ordított. Hallod? Bólintottam egy nagyot és oda siettem. Nagyjából 100-150 méterre a tábortól egyedül ástam ki a vermet három fegyveres őr társaságában. A szánon idehozott holttestet egyszerűen behajították a gödörbe. Mire visszatértem, már ebédidő volt. A délután folyamán semmi különös nem történt. Végeztem a munkámat. A vacsora alkalmával odajött hozzám egy tiszt, és ezt mondta. Szergejev a szomszédja, aki feljelentette magát, levágta az egyik disznójukat, de nem adta be a közösbe. Bal szerencséjükre a gyerekük elfecsegte az iskolában, hogy milyen finom burkát ettek. Ha kíván tanúskodni ellene, akkor már is pakolhat. Nagyon kellemetlenül éreztem magam így mindenki előtt, hogy így tanúskodjak, de nem volt mit tenni. Beleegyezésem után elküldtek a barakba összepakolni azt a kevés holmit, amit magammal hoztam. Amit abban a pillanatban láttam, azt egész életemre megjegyeztem. Máig, 5 éve rémálmok gyötörnek azoktól a pillantásoktól, ahogy a többi rab rám nézett. Harag, düh, bánat, szomorúság sugárzott mindegyikük szeméből. Egyikük szemében sem láttam semmi örömöt, hogy legalább én kiszabadultam ebből a pokolból. Bár a helyükben én sem lennék ennek halatán lelkes. Miután összepakoltam, a táborparancsnok egy üveg vodkát és egy kis aprót adott ajándékba elcímszó alatt. Maga az első ember, aki élve elhagyta a tábort. Hazafelé az út zökkenőmentes volt egészen Leningrádig. Hazafelé sétálva megláttam egy virágos boltot. Habozás nélkül berohantam és vettem egy pár szál virágot abból az apróból, amit a parancsnok adott nekem. Mikor hazaértem, a feleségem aggódva sietett az ajtónyikorgás hangjára. Drágám, te hol voltál 2 teljes napig? Moszkvában voltam adóügyben intézkedni, válaszoltam. Igazán szólhattál volna, a gyerekek is nagyon féltek, hogy mi lett veled. Sajnálom, tényleg nagyon sürgős volt. Mindegy, az a lényeg, hogy most itthon vagy. Ó, tényleg? Hoztam virágot a kép alá. De hisz már vettem. Tényleg? Az üzenet, amit hagytál, hogy vegyünk mindig friss virágot. Amúgy hallottad? Mihaléket elvitték, mert illegálisan vágtak disznót. Na hát, mik vannak? A mi hervat virágainkból is lehetett volna komolyabb ügy.